Néhány hónapja a Messengeren kaptam egy üzenetet azzal, hogy ehhez a vakmasször bácsihoz mindenféleképpen menj el. Egy keresztnév, egy telefonszám, és ennyi. Nem szoktam ilyet csinálni, de minden ösztönöm azt súgta, ott a helyen. Egy végtelenül kedves, szeretettel teli emberrel találkozhattam, akivel szeretném, hogyha te is megismerkedhetnél. Kerbel Tamás masszörrel, parapszichológussal beszélgettünk. Iratkozz fel te is a Maja meséjére. Azt szokták mondani, hogy aki az egyik érzékszervét elveszíti, annak egy másik, vagy akár több másik érzékszerve is felerősödik. Tamás, ez igaz? Bizonyos értelemben, igen, a másik értelemben meg bárki kifejlesztheti magában ezeket az érzékszerveket. Talán inkább azoknál élesebbnek ki, akik mondjuk született vakok. Te hány éves korodban vesztetted el a látásodat? Én 15 éves koromban tettem le a szemüveget, mert eredetileg gyengéllátónak születtem. Mikor kezdtél el másképp is érzékelni dolgokat? Ez tudatos volt, vagy egyszerűen csak jött? Amikor rájöttem, hogy a masszírozás az nekem való hivatás, és ott hallottam először a Reiki módszeréről, elvégeztem a tanfolyamot, és akkor tudatosodott bennem, amikor először tettem a kezemet azzal a szándékkal valakire, hogy energiát fogok adni neki. Mert hogy ugye a Reiki az gyakorlatilag az energiával való munkát, az energiával való segítést, gyógyítást jelenti. Igen. Te milyen fajta masszást csinálsz? Én gyógymasszást csinálok. És mit jelent maga a parapszichológia? Érzéken túli érzékelés képessége felismerni összefüggéseket, akár a kapcsolat a túlvilággal, vagy a szellemvilággal. Tehát a dolgoknak a lelki háttere, a test és a lélek kapcsolata egymással, egy más megvilágításban, én legalábbis így értelmezem a parapszichológiát. És hogy van ez? Elkezdesz valakit masszírozni, és akkor rögtön jönnek képek, érzések, és akkor ezt te mondod neki, vagy pedig az energiával, úgyhogy nem is mondod, hogy mit csinálsz, valójában elkezded oldani úgymond a blokkokat. Nem kérdezek semmit sem, a masszírozás kapcsán már az érintés, vagy ahogyan kontaktusba kerül az auránk egymással, már jönnek az érzések, főleg amikor a talpat kezdem el masszírozni, ott éppen ugyanúgy letükröződnek nem csak a reflexzónák, a szervek, hanem régi érzelmek, kapcsolatrendszerekből származó feszültségek szüleinkkel, párkapcsolatunkban, és akkor megpróbálom abba az irányba terelni a kérdéseket, hogy tudjon vele szembenézni, és kimondja a problémát, azzal már félig meddig oldásra is kerül a dolog. Az emberek, amikor elmennek hozzád, akkor tudják, hogy nem csak egy hagyományos gyógymasszört kapnak, és egy hagyományos gyógymasszást? A régi ismerősök azok már tudják, hogy mire számíthatnak, az újak azok nem tudják, csak azt tudják, hogy masszírozok. Milyen problémákkal találkozol a leggyakrabban? Stressz, helyzet, konfliktus, meg nem emésztett szituációk, kis makacság is, ragaszkodás a megszokott dolgokhoz, nem tudunk döntést hozni, félünk tovább lépni ilyen jellegű dolgokkal. Az, hogy nem látsz, az a te munkádban, és most már mondhatom ezt hivatásnak, szerinted előny, van összefüggés a hivatásod között, illetőleg a között, hogy elvesztetted a látásodat? Tehát, hogy ennyi év után mit gondolsz erről? Szerintem van összefüggés, mert hogyha nem történik meg, akkor nem biztos, hogy ezt a munkát fogom választani, és akkor nem fejlődik ki az összes többi olyan érzékszervem, illetve befolyásolhatnak az arckifejezések, vagy a megjelenés. Erre nem is gondoltam, látod, hogy te teljesen már, bocsánat a kifejezésért, szűzen kezdesz hozzá egy masszázsnak, illetőleg egy energiával való gyógyításnak. Így van, nekem az nem probléma, hogy többletsúllyal rendelkezik valaki, vagy szép, vagy csúnya, hanem az, hogy miért. Ez a központi kérdés, hogy miért történik vele az, ami történik, miért érez úgy, ahogy érez.
és azzal esetleg fékezi vagy blokkolja a fejlődését. Szerinted hamarabb megnyílnak neked az emberek, mert nem látsz? Eddigi tapasztalataim szerint igen, kevesebben voltak azok, akik továbbra is zárkózottak, vagy elutasítóak voltak, akkor béké hagyom őket. Kerbel Tamás masszörnek, parapszichológusnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tamás elérhetőségét egyébként megtalálod itt a videó alatt a leírás rovatban. Itt a Maja meséiben.